Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, jöjjön egy kis videó, hogy Battlefield egy hírező mi várható a Battlefield jövőjével, és megtudhatjátok, hogy miért a cím ennek a videónak hogy két évig, legalább két évig nem lesz új. Battlefield. Nos, aki szokta követni Jack Youtube-on, az elég közel áll a dice frissen kap minden információt, és van is ideje, hogy utána kutakodjon ezeknek az információknak, és ő felrakott egy, egy hasonlatos videót a Youtube csatornája, és jön most annak az értelmezése mindazok számára, akik nem beszélnek jól angolul, vagy nem nézik, de érdekli őket a Battlefieldnek a jövője. Nos, az első hír, amit tudnatok uh, tudnotok kell, márciusban jön az első DLC, Uh, ugye 4 DLC lesz, 16 map, új fegyverek, új szkinek betölpekek, ahol mindent úgy kell megszerezned, hogy semmit nem kell tenned érte, csak a puszta szerencsére hivatkozni. Behozzák az orosz, illetve a francia hadsereget is a képbe, és ja, ez tök jó. Hát mondjuk ez, ez, ez tényleg jó, eddig ugye eléggé szegényes volt a választék, de most még egy orosz és egy uh, francia hadsereggel is uh, nagyon jól lenne. Tudjátok, mit tudnék még értékelni? Ilyen uh hogy mondjam, soldier tehát ilyen katona kireket, mondjuk díszegyen, ruhák és a többi, ezek is megszerezhetőek lehetnének a játékban, de nem biztos, hogy addig már terjed a fantáziájuk a dice -osoknak. Nos, a következő dolog, amiért úgy néz ki, hogy nem biztos, hogy lesz Battlefield az elkövetkezendő két évben, ez nem zárja ki azt, hogy nem lesz Battlefront, Star Wars Battlefront 2, állítólag a DICE most arra nagyon ráfekszik, hogy Star Wars Battlefront 2-t csináljanak egy nagyobb univerzummal, mert hogy az első micsoda csalódást okozott a gémereknek, azt kell, hogy mondjam, hogy én élveztem, nem tudom, nekem tetszett az első Battlefront, és őt még mindig tetszik. Nos, szóval valószínűleg lesz egy Star Wars Battlefront, annyira nem szabadulunk meg a Battlefield-től, de megszabadulunk a konkrét battlefield feelingtől legalább két évig nem lesz. És hogy miért, úgy néz ki, hogy a Battlefield nagyon-nagyon-nagyon tervez már, tervezi azt már, hogy belépjenek a. Um, kompetitív világba. El lehet mondani, hogy ez a Battlefield, egy BF4, nem nem az igazi kompetit, kompetitív világ, és úgy néz ki, hogy most a DICE elé megesett ez ilyen plegykaforrás, hogy a DICE elé, úgy akik a BF4-ben csinálták a test szervereket, öm, valószínűleg ők fognak tervezni egy olyan játékot, ami kifejezetten a Battlefield-nek Battlefield, Battlefield nével fog futni, de csak és kizárólag a kompetitív öm, irányt fogja megcélozni, tehát nem egy naskálájú Battlefield játékot fogunk kapni, hanem mondjuk egy ilyen cségó mintázatra kialakított kompetitív játékot, csak ugye Battlefield név alatt fut, és ugye hát az EA illetve a DICE már egy régóta szeretne így betörni a kompetitív világba, és olyan sikereket elérni, akár mint a cségó. Sokat használták ezt a referenciát, egy cségó, cségó, mert hogy ők milyen sikert értek el a kompetitív világban, most a DICE úgy néz ki, hogy tervezni fog egy ilyen ö, játékot, és ez az oka gyakorlatilag, amiért legalább, legalább két évig valószínűleg nem fogunk kapni ö, új battlefield mivel az elkövetkezendő két évben fog kijönni ez a nagyon kompetitív ö, játék. Úgyhogy ö, lesz miről válogatni a kompetitív soroknak, lesz a csélát, hogy lesz egy új Battlefield, ezek ilyen, plegyka szinten kezelendő dolgok, azt kell, hogy mondjam, és nem biztos, de nagyon úgy néznek ki a hírek, mert egy csomó ilyen kis apró morzsa mindazoknak, akiknek van ideje ezzel foglalkozni, hogy nyomozgassák a, a dolgokat, úgy néz ki, hogy ez fog bekövetkezni, és ennek azok az, hogy nem lesz két évig legalább Battlefield, ami ami egy nagyon jó dolog, mert, mert ez, már, ez már nagyon durván rás volt a Battlefield részéről is, hogy így éve, évente toltak ki valamilyen Battlefield játékot, gondolok itt ugye BF4, most BF Hardline és Battlefield 1, és ezek szinte olyan érzésed volt, hogy, hogy évre, egy, egy, évre rájelentek meg, főleg, hogyha még a Battlefrontot is beszerezted, ami hogyha eltekintesz attól, hogy milyen skin van a katonákon, egy Battlefieldnek lehet mondani, úgyhogy ez már egy kicsit azért kezdes sok lenni, és remélem, hogy ez a két évre rá című Battlefield, ez a 2143-as ez, ez rimék. ilyen <laughs> 2142-es remék lesz, 2143-as címmel. Mindegy, a lényeg az, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy egy kis szünet várható, ami nagyon-nagyon jó dolog, és azt kell mondjam, hogy a Battlefield egy többi valószínűleg le is fog kötni, le is fogja kötni a gémereket azon egy-két évre, vagyis hát két évre, remélhetőleg két évre, amíg nem jön ki egy olyan komolyabb, nagy volumenű Battlefield játék, nem pedig ugye ez a kompetitív részleg. Nos, srácok, ennyi, ennyi lett volna röviden ebbe a videóban. Mit szóltok hozzá? Ti örültök, hogy végre van egy ilyen kis szünet a kedvenc játé játékotokban, hogy hogy Kiélvezhetitek maximálisan, vagy úgy érzed, hogy, hogy megérte, hogy kiadtál pénzt azért a játékért, mert hogy van időd vele kijátszani, van időd játszani vele azzal a játékkal, és, és így már egy, egy egy teljesebb képet tényleg kiélvezni. Esetleg mellette más játékokkal is játszani, mert nem tolják a képetbe a következő öm, részét ennek a játéknak. Ez, ezek lennének a kérdések. Várom a válaszokat. Ja és ja, dobj egy lájkot, like iratkozz föl, Facebook és a többi mind ilyen apró dolgok, amikről tudod, hogy mit kell csinálni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!